Tisztelt egyházi méltóságok, tisztelt megyei elnök urak, elnök asszonyok, alelnökök! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem azokat a határon túli képviselőket is, akik tudom, hogy eljöttek erre a mai napra, és itt vannak velünk együtt, és együtt ünnepelünk. Distinguished church dignitaries, presidents of the county councils, ladies and gentlemen, visitors, especially from outside Hungary, it is my pleasure to be here to inaugurate this ceremony. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem ennek a remek kezdeményezésnek az élharcosait, azokat a szervezeteket és azoknak a vezetőit, akik ezt a napot kezdeményezték, és amiből bízunk benne, hogy már ma is azt mondhatjuk, hogy hagyomány, és a jövőben pedig egy igazi hagyománnyá válik. On a special note, I would like to welcome all the people that have been the initiators and propagators of this event, which it has become a tradition by now. Köszöntöm a Nemzeti Művelődési Intézetet és annak megbízott vezetőjét, dr. Polyák Albert urat, és köszöntöm a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségét és annak vezetőjét, dr. Pesti Imrét. May I also welcome the head of the National Institute for Culture and the Hungarian National Association for Values and Hungaricums on a special note. Engedjék meg, hogy ezen kívül külön köszöntsem Jakab István urat, a Magyarországgyűlés alelnökét, és Domokos László urat, az Állami Számvevőszék elnökét. István Jakab, the Deputy State, Deputy Speaker of the House, and Mr. László Domokos, the Hungarian State Audit Office's President, please also receive my welcome. A hungarikumok és nemzeti értékek pontos meghatározása azért is nehéz feladat, mert velük kapcsolatban nem csak a racionalitás szempontjai, hanem érzelmeink is erősen befolyásolnak bennünket. Hiszen meg annyi szállal kötődnek tájainkhoz, kultúránkhoz, és ezekhez mi magyarok is elválaszthatatlanul ezer érzelmi szállal kapcsolódunk. Nemzeti értékeink, köztük a hungarikumok azért is különlegesek, mert történelmi múltat, személyes kötődést rejtenek magukba. És ha mégis megpróbáljuk megfogalmazni, mit is rejt a hungarikumok gyűjteménye és a magyar értéktár, játszunk el a gondolattal, hogy mesteremberek bőrébe bújjunk, így számos foglalkozás közül választhatunk, lehetnénk akár pálinkafőzők, borászok, paprikaöllők, szalámi mesterek, porcelán vagy csipkekészítők. És ha belegondolunk, van mire büszkének lennünk, hiszen igazán változatos és gazdag képet mutat rólunk, magyarokról. Finding an exact definition of Hungaricums and national values is a tall order, as we are heavily influenced by both rational and emotional criteria. They are intimately linked to our regions and culture, and we Hungarians are also inseparably related to them by a myriad emotional ties. Another reason why our national values, including Hungaricums, are so special is that they carry the historical past and personal attachment. And if you still want to tell whatever the collection of Hungaricums and the Hungarian repository of values have in store, picture yourself as a craftsman just for fun. There are a whole lot of trades, so you can choose to be a distiller, a wine grower, a paprika miller, a salami master, and a china or lace maker. And if you come to think of it, there's so much to be proud of, as those traits show a highly diverse and rich picture of us Hungarians. A hungarikumok olyan megőrzendő és egyedülálló értékek, melyeket az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében össze kell gyűjteni, dokumentálni, ápolni, védelmezni szükséges. Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, a nemzetmárka erősítése, gazdagítása, hasznosítása kiemelten fontos közös feladatunk. Hungaricums are unique values selected for preservation that we must collect, document, cherish and protect to reinforce interdependence, unity and the national conscience. We all share a priority duty to widely present and popularize our national values in and outside Hungary, to gain recognition for our linguistic, spiritual and cultural achievements and our natural and built values, and to promote and make economic benefits of the national brand. A történelmi múlt ismerete nélkül a jelen és jövendő nemzedékei nem lesznek képesek felelős döntéseket hozni, hiszen azok a felhalmozott tapasztalatok,
amelyek évszázadok során felgyülemlettek a magyarság életében, azokat a ma embere is fel tudja használni. Ezért mindannyiunk számára fontos feladat kultúránk megőrzése, hagyományaink bemutatása, nemzeti azonosságunk közös megélése. Ebben a határokon átívelő, több szinten folyó építkezésben, amit a Hungarikum mozgalom képvisel, számítunk a hagyományainkat ismerő és tisztelő közösségre. Kiemelten fontosnak tartjuk a Kárpát-medencei vidéki örökség, a néphagyományok, az épített tárgyi szellemi örökségünk és az abban felmutatható nemzeti és kulturális értékek megőrzését, népszerűsítését. The current and future generations cannot make responsible decisions without knowing the historical past, as the experiences that the Hungarian nation has accumulated over centuries can be used even today. Therefore, it is a key task for all of us to preserve our culture, present its traditions, and jointly experience our national identity. This cross-border multi-level building process represented by the Hungarikum movement relies on communities that know and respect their traditions. We consider it particularly important to preserve and popularize our rural heritage in the Carpathian Basin, our folk traditions, our built physical and spiritual heritage, as well as the national and cultural values that we can identify in them. A Magyar Értékek Napja ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hungarikumok mellett számtalan nemzeti kincs található a helyi értéktárakban, települési, megyei szinten is. Fontos, hogy ugyanúgy legyünk büszkék ezekre a feltárt és dokumentált nemzeti értékekre, mint ahogyan a hungarikumokra azok vagyunk. Ennek az értékfeltáró munkának közösségformáló, közösségteremtő ereje van. Jó érzés látni és hallani azokat a fiatalokat, akik egy értékmegőrző csoport tagjaként lelkesen mesélnek az élményeikről. Jó értesülni arról, hogy egy kis településen egy-egy elfeledett tevékenység vagy mesterség újra életre kell. Jó látni a fiatalokat és időseket egyaránt, akik szabadidejüket nem kímélve olyan közösségeket kovácsolnak, melyek fontosnak tartják a nemzeti értékek megőrzését és ápolását, hogy majdan a jövő generáció is megismerhesse az őseink által teremtett hagyományokat és értékeket. The Day of Hungarian Values reminds us that the value repositories in both localities and counties not only hold Hungaricums but also innumerable national assets. We should take the same pride in these explored and documented national values as we do in Hungaricums. These efforts to explore values have the potential to create and shape communities. It is great to see and hear young people give an enthusiastic account of their experiences as members of a value preservation group. It is good to learn about the revival of a forgotten activity or trade in a small village. It is great to see both young and elderly people sacrifice their free time just to forge communities that think national values must be preserved and cherished so that the future generation can also become familiar with the traditions and values created by our forebears. Aki élt, vagy járt már valaha is a magyar vidéken, az jól tudja, hogy a gazdák a betakarítás végeztével a búzára és az anyaföld gyümölcseire papi áldást kértek, mert úgy gondolták, fáradtságos munkájuk mellett Isten gondoskodása is szükségük van a jó termés érdekében. Jó lenne, ha a terményáldás szívet, lelket melengető ünnepségéből azt a következtetést vonná le a nagyvárosi ember is, hogy akár a nagy bevásárlóközpontok polcain is érdemes a magyar termékeket keresni, hiszen mennyivel ízletesebb a magyar gyümölcs és gabona, mint a messzi földről érkező bizonytalan eredetű termékek. If you have ever lived in or been to the country, you are well aware that farmers used to ask priests to bless their newly harvested wheat and fruits of the earth, as they thought they not only needed hard work but also God's care to have good crops. It would be great if the heartwarming and uplifting ceremony of crop blessing made city folk realize that it's worth browsing the shelves for Hungarian products even in big shopping centers, as Hungarian fruit and cereals taste much better than products of an uncertain origin coming from remote places. Hála Istennek, a Kárpát-medence földrajzilag elég nagy ahhoz, hogy értékeinkben mindig találjunk újra felfedezni valókat. Kívánom önöknek, kiállítóknak és vendégeknek, hogy bátran nézzenek körül, legyenek kíváncsiak, csodálkozzanak rá egymás értékeire. Nagy megtiszteltetés volt számomra itt önök előtt állni, és nagyon szépen köszönöm figyelmüket.
Thank God the Carpathian Basin is large enough to offer us something new to discover in its values from time to time. I want to encourage you all, exhibitors and visitors alike, to look around, be curious, and be amazed by each other's values. It's been a great privilege to address you. Thank you.